Tele voltak az Ukrajna felől érkező vonatok február végén a Záhonyi állomáson. Több ezren menekültek naponta a háború elől Magyarországra. Ellátást és szállást is kaptak a bajba jutott családok. A határváros polgármestere azt mondta, fél évvel a háború kirobbanása után még mindig sokan jönnek, vonaton 5-600 fő, közúton további 1500-an érkeznek naponta. Az ellátások ugyan biztosított, de az önkormányzat lassan lehetőségei határához ér. A nyári idő miatt nagyon sok palackos víz fogyott el nálunk, abból adományokat nem igazán kaptunk, azt már az önkormányzat saját költségéből vásárolja. Elég sok kávéfogy, ilyen apró csokik, croissantok, amit a kezükbe tudunk adni a menekülteknek, akik mennek, utaznak tovább vonattal. Egyenlőre ebben a hónapban még biztosított az egy tál meleg ételünk, a következő hónapot azt már nem tudjuk, hogy lesz-e főtt étel, amit tudunk biztosítani itt a sátorban, az állomás mellett. Van egy másik helyünk, a menekült szállás, ahol pedig az éjszakai szállást biztosítjuk a menekülteink részére. Itt úgy általában 20-30 ember tartózkodik egy éjszaka, és az ömében nagy része másnap tovább utazik. Itt az ellátást állami támogatásból valamennyire tudjuk finanszírozni. Csenger Simánál a magyar-román határon is sokan jöttek Ukrajnából Magyarországra. A folyamat még most is tart, de már sokkal kevesebben érkeznek, mondta a település polgármestere. Kislőrinc József hozzátette, ellátásuk biztosított, de szinte mindenki azonnal tovább indul. Szorványosan mennek visszafele is, de jönnek még, ez időszakonként változó. Csenger Simában már megszállni nem olyan sokan akarnak, nem céltelepülés. Aki érkezik Románia felül Ukrajnából, szinte mindenki tovább megy. Nagyon kevés kér szállást, akárcsak egy éjszakára is. A határnál a sorban állás miatt ugyanúgy készítjük a szendvicseket, mindenkit megkínálunk. Ugye akik buszokkal érkeznek, ott általában sokan elfogadják. Hát vannak akik olyan autókkal érkeznek, hogy na hát ők el vannak jól látva élelmiszerrel, mindennel. Ők nem annyira veszik igénybe ezt a szolgáltatást. A Záhonyi polgármester arról is tájékoztatott, hogy legalább annyian indulnak vissza az utóbbi hetekben Ukrajnába, mint amennyien jönnek. Zömmel családok gyerekekkel, amelynek az lehet az oka, hogy a háború ellenére is kezdődik a tanév Ukrajnában.